Több mint egy évtizede alapította meg Belgium első közösségi finanszírozású farmját, Tom Trontrebex. A Löwen melletti gazdaság számára 700 ember fizet évi 330 eurót, cserébe vegyszermentes zöldségeket, gabonát és húst kapnak. A férfi azt mondja, a mostani uniós mezőgazdasági támogatási rendszer torzítja a piacot. Nem szeretem a támogatásokat, inkább jó lenne tudni az egyes termékek valódi árát. Ha kiderülnének a valódi költségek, akár az is kiderülhetne, hogy az organikus termékek valójában olcsóbbak, és sokkal többen vennék így őket. Szerintem némi támogatás azért jó lenne, hiszen a mezőgazdaság általánosságban nagyon rossz helyzetben van, és figyelni kellene az innovációra, valamint az utánpótlásra is, hiszen nagyon kevés ember akar gazda lenni. Az Európai Bizottság új élelmiszer stratégiájának egyik célja az, hogy a földterületek negyedén legyenek hasonló organikus gazdaságok. Ezzel 2030-ig 50%-kal csökkentenék a növényvédőszerek, illetve 20%-kal a műtrágya használatát az Európai Unióban. Miközben a világ a járvánnyal küzd, azon is gondolkodnunk kell, hogyan növelhetjük az ellenálló képességünket, hogyan tudjuk képviselni az emberek egészség iránti vágyát konkrét tervekkel. Ebben a kontextusban a biodiverzitási stratégia és az élelmiszer stratégia fontos része az uniós kilábalási tervnek, mondta az Európai Bizottság alelnöke Frans Timmermans. Azonban a hagyományos mezőgazdasági szereplők aggódnak. Szerintük az újabb követelmények költségesek lesznek egy olyan időszakban, amikor egyébként is csökkennek majd az agrártámogatások, ráadásul recesszió fenyeget. Nagyon fontos elmondani az Európai Parlamentnek és az Európai Tanácsnak, hogy ezek a változások, ezek a követelmények áremelkedést hoznak majd a vásárlók számára az élelmiszereknél. Közben láthatjuk, hogy a koronavírus járvány már most is megsebezte az európai gazdaságot, vagyis eleve csökkenni fog az emberek vásárló ereje, mondta a Mezőgazdasági Iparági Szövetség vezetője. A bizottság bemutatta a fajok sokféleségéről szóló stratégiáját is, eszerint az európai földterületek legalább 30%-át védetté kellene nyilvánítani.